Mai találkozásunkon a Máté evangéliuma tanulmányzásában az utolsó szakaszhoz értünk, és megvallom nektek őszintén, komoly fejtörést okozott. Azért okozott komoly fejtörést nekem ez az ige szakasz, mert talán ez az ige rész, amely most következik, a János 3.16 után a másik legismertebb ige szakasz, amelyet már keresztény közösségbe járó Bibliát forgató evangéliumi ember minimum jól ismer, vagy kívülről is tud. És azon gondolkodtam, hogy hát mit is lehetne erről mondani? Mit mondhatnék én a gyülekezetnek, Uram, ebből az igéből? És hát komoly küzdelmet jelentett és imádságot jelentett, aztán az Úr szólt hozzám és rám bízott egy üzenetet, amit szeretnék veletek megosztani. Igazán úgy néz ki, hogy ezt két alkalommal fogjuk megnézni ezt az ige szakaszt, és a mai találkozáson arról kíván beszélni a Szentlélek velünk, hogy miért nem veszük komolyan Krisztus parancsát. Mi az oka annak, hogy beszél az Úr, de mi elengedjük a fülünk mellett. Hogy maximum a emberi lelkesedés szintjéig jutunk, és kifogásokat gyártva megmagyarázzuk, hogy mi az oka annak, hogy mi nem tudjuk azért úgy megcsinálni Krisztus parancsát. Hát nem vagyok én Billy Graham gondolattal. No, hát lapozzatok a Bibliáitokban, kérlek, a Máté evangéliuma 28. fejezetéhez, és innen a 16-os verstől egészen a szakasz végéig, a rész végéig olvassuk Isten igéjét. Hadd mondjam nektek, hogy korábban a keresztények, az evangéliumi keresztények egyértelműen nagy misszió parancsnak nevezték ezt az ige szakaszt. A modern, egyre lágyabb szívű kereszténység miatt ezt átkeresztelték nagy küldetésnek. Azért keresztelték át nagy küldetésnek, mert a nagy parancsolat, mint parancs, a mai érzékenyé vált, szenzitív vált, önző, egoista embernek kényelmetlen. Szorít a cipője. Ahogy megparancsolnak nekünk, minimum zsigeri ellenállás vált ki belőlünk, ennek is megvan az oka pedig a korszellem és a korszellem befogadása és szemléletmódja okozza meglátásom szerint. Így hangzik tehát Istennek a beszéde. Máté evangéliuma 28-as fejezet 16. versétől. A 11 tanítvány, ugyanis egy már nem volt közöttük, addigra Júdás, az engedetlen, lázadó, az öngyilkos lett. Pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket, pontosabban némelyeket kétségek fogtak el. Erről majd a következő alkalommal beszélünk. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem maradott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nos, hát ez is egy parancsolat, mint a 10 parancsolatban is az egyik, azaz tiszteld apád és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, tehát az is egy olyan parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Ez is egy olyan parancsolat, amihez ígéret fűződik. A parancsolatok és az ígéretek közötti kapcsolódást nem szabad elfelejtenünk, tehát Isten szent jelenléte akkor tapasztalható egy hívő ember életében, ha betölti a feltételt. Tehát íme én veletek vagyok a mindennapon a világ végezetéig, ennek a feltétele az, hogy a Krisztus parancsának szellemében éljük az életünket. Belátható, igaz? Mi hajlamosak vagyunk külön választani a dolgokat, és ilyen a mai ember, szereti csak a jót elvenni. Tehát az életben csak a javát próbálja elszeregetni mindenhonnan, és úgy gondolja, az élet akkor lesz boldog, ha csak a javát szellemezte mindenhonnan. Na de hát a Bibliában nem lehet kompromisszumot kötni, az Isten nem lehet alkodozni, és bizony, amikor feltételhez kötött parancsolatról beszélünk, akkor a feltétel teljesülése esetén birtokoljuk az ígéreteket. Egyébként pedig nem. Azt gondolom, Istennek erőteljes jelenléte akkor nyilvánul meg a keresztény ember életében, ha
tiszteletben tartja a Krisztus beszédét, és ahhoz igazítja az életét. És mennyi erőtlenség számozik az én és a mi életünkben az engedetlenség miatt. És mennyi távolság van az ember életében a Krisztustól, a bűneim miatt, a vétkeim miatt, az engedetlenségeim miatt, az alkudozásunk miatt Istennel. Igaz, amit mondok? Szájjal mindenki mondja, hogy szeretnék a te jelenlétedben lenni, Uram, meg így, meg úgy, meg amúgy. Na de hát mennyire gondoljuk ezt komolyan? És mennyivel gazdagabb lenne az életem, az életünk, hogyha komolyan mennénk, amit Jézus parancsolt. Mikor ezen gondolkodtam, fölmerült bennem néhány kérdés. Fölolvasom, nyilván ezt a kérdés sort lehet bővíteni szabadon magadban. Miért okoz a felolvasott parancsolat egyre több keresztény lelkében frusztrációt? Amikor ezt hallja a Krisztus parancsát, a misszió parancsát, miért okoz olyan rossz érzést több keresztény lelkében? Miért vonakodnak olyan sokan hitüket másokkal megosztani? Mi az oka ennek? Miért kezd eltűnni a magyar és az európai kereszténységből a szenvedélyes szolgáló áldozatkész missziós lelkület? Most is ugye Egyesült Államokból, Texasból tolakodnak testvérek, hogy jöjjenek segíteni a magyar missziót. Most levelezgetünk, hogy testvérek arra saját költségükön mindent kifizetnek, ide repülnek, hogy értelmes módon bekapcsolódjanak a helyi misszióba és segítsék az evangelizációt. Sok tíz, sok százezer forintot költenek arra, hogy eljöjjenek, és a magyar keresztény milliónálva szolgálják Jézus Krisztust, az Urat. Halleluja, így van. No, de hát miért találkozunk oly kevéssé a magyar vagy az európai kereszténységben ezzel a lelkesedéssel, áldozatkészséggel? Ezzel a lelkülettel, missziós lelkülettel. Miért jár át sokakat egy fanyar gondolat, amikor a misszióparancsot hallják? Na nem már, megint. Hagyjuk már ezt. Nem mondom, nem szeretném feltenni a kezedet, ha valaha már volt ilyen gondolatod, amikor ezt hallottad. Vagy amikor a lelki pásztor erről kezdett prédikálni, akkor megint, na, már most. Hagyjam ezt az egészet abba. Pedig, hadd mondjam nektek, Jézusnak néhány parancsa közül egyik jelentőségteljes parancs, amihez ígéret kapcsolódik. Aztán miért van az, hogy ha a hobbiról, kesztelésről vagy pénzkeresetről van szó, némely keresztény számolatlanul áldoz azokra idejéből, amikor viszont a misszióba kellene időt, energiát szentelni, azonnal megfontoltá válnak, és elkezdenek mérlegelni, hogy vajon van rá idejük, pénzük. Ebből mindenképpen megfontolt lesz. Van-e rá időm, belefér-e az időmbe, a naptáramba, tudok-e áldalat hozni? Máskor meg órák mennek el úgy, hogy nem is foglalkoznak az emberek vele, úgy folyik el tőlük az idő. Akkor nem olyan megfontoltak. Mi az ok annak, hogy pont az Isten munkával kapcsolatosan vagyunk annyira kimértek, hogy olyan számítók, olyan megfontoltak? No hát, azért érzitek, hogy ezek a kérdések nem a legvidámabb kategóriájú kérdések, az biztos. A Krisztus parancsait tekintsük át röviden, hogy mit is parancsolt az Úr Jézus, és egy fonendoszkópos orvost helyeztem oda ki, azaz szeretné az Úr Jézus a szívünkre tenni az ő kezét, és kicsit az ő parancsolataizól viszonyunkat megnézni, hogy mi van a lelkünkben, a szellemünkben, a szívünkben, amikor az ő parancsolatait halljuk. Hogyan állunk ehhez? Ugye a parancs az azt jelenti, hogyha tisztelem azt, vagy alárendeltje vagyok annak, aki parancsot adott, akkor mit kell mondani? Parancsért tettem. Ennyi. Parancsért tettem. Ezt azt is tudja, aki nem volt katona. Nem kérdezek, vagy kérek engedélyt kérdezni. Az engedélyt megadom. És akkor Tóth Honvéd kérdezem, hogy? Valahogy így van, nem? Talán még mindig. Én még voltam, aztán volt benne részem. Tehát gyakorlatilag ugye egy parancsot kiadnak egy olyan embernek, aki teljes mértékben el van kötelezve az engedelmességre. Tehát komolyan gondolja azt, hogy valakinek olyannak a parancsaira figyel, akit ő teljes mértékben az életében a legelső helyre tett. Mindennél és mindenkinél fontosabb számára az ő szava. Akkor onnantól kezdve ez igaz, mindez igaz, tényleg igaz, akkor nincs más kérdés, mikor kiadnak egy parancsot, csak az, hogy
Parancs, értettem? Minden más opció azt mutatja, hogy nem így viszonyulok ahhoz, aki a parancsot kiadja. Tehát meg kellene térni, vissza kellene térni arra az útra, amelyet kereszténységnek nevezünk. Amelyet tanítványságnak nevezünk. És az összes többi humbuk. Színház. Hasonlít rá, majdnem olyan, de nem az igazi. Szóval az első parancsa Jézusnak, ugye, a szeretet parancsa. Azt mondja az Úr Jézus a János 13-ban, a 34. versben, új parancsolatot adok nektek. Biztos tudjátok folytatni, hogy? Szeressétek egymást! És nagyon csodálatos a folytatás, mert ebben a kapcsolatban a parancsot kiadó mindenben példát ad. Tehát semmi olyat nem kér tőled, ami ez egyrészt tökéletes példát ne adna, kettő, minden forrás meg ne adna neked. És azt mondja, ahogy én szeretlek titeket, vagy én szeretel titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Azaz, a keresztény embernek, amikor a szeretet parancsát hallja az Úr Jézustól, a legjobb tanártól hallja. Lehet azt mondani, Úr Jézus, taníts akkor engem meg erre, hogyan? Ahogy én szeretlek titeket, azt mondja Jézus, úgy szeressétek egymást. Úr Jézus, taníts engem szeretni a testvéreimet, és tudjuk, a szeretet parancsa kinyílik aztán a minden ember iránt való szeretetre. Tehát helyes imádság, az, ha szembesülök a szeretetlenségemmel és a korlátaimmal, hogy a parancsot kiadott, nem van kapcsolatban, nem az, hogy elsumákolom, hogy úgy sem tudom megcsinálni. Mert hát én gyenge vagyok, én erőtlen vagyok, én indulatos vagyok, én gyáva vagyok, és mi vagyok, ugye? Elbújok a magam kifogás bozótja mögé, mint Ádám, hanem azt mondja, Úr Jézus, én erőtlen vagyok ehhez, tehát taníts engem. Mert amit te mondasz, azt meg lehet csinálni. Veled biztos? Tehát ha te mondod, akkor lehet úgy élni, ahogy te mondod. Ezért taníts engem. Ez a helyes imádság. Nem a summákolás, hogy eljátszom, mint hogy ha azt csinálom, amit mond az Úr Jézus. Hanem kérem azt, hogy a hiányosságaimat egészítse ki az Úr, és adjon növekedést. A Szentlélek Isten által ezen a területen. És ugye a szeretet parancsa, ugye átkerül a 10 parancsolat értelmezése Jézus tanításába, és amikor ott a zsidókkal van vitája, és próbálják tesztelni, hogy hát akkor milyen parancsolatot vár az Isten el, akkor ebben a beszélgetésben van a Márk evangéliumából, olvasom 12. és 29-es versétől, Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. A másik ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Ez alapján azt lehet mondani, hogy nincs semmi, ami túl drága, túl értékes, vagy túl nagy lenne, amit Istennek áldozhatunk. Mert mit mond az írás? Az Isten által imádat, szeretet, az teljes életet kíván. Na, hadd mondjam nektek, kedveseim, na ettől viszket a mai ember füledet piszkosul. Ezért vannak olyan kevesen keresztények. Mert ezt nem akarják hallani. Azt, hogy szeret az Isten. Atyalap, atyalap, blúgy, blúgy, blúgy. Mindennel megáll téged az Isten. Ha te hívő leszel, minden jó lesz az életedben. Cukorfaladnak nevez az Isten. Állna, becézgetni fog téged az Isten. Csak ez nem igaz. Mert az Isten nem egy olyan apa, aki a gyerekét el akarja kényeztetni, mint a mai szülők. És felnevelnek egy istentele generációt, aki se Istent, se embert nem tisztel. Nem is ismerik azt a szót, hogy tiszteled. Vagy megbecsülni valakit és valamit. Senkit és semmit nem tisztelnek. Bárkin átgázolnak bármikor. Gratulálok. Nagy siker. Az istentelenségnek tényleg nagyszerű gyümölcsei vannak. Észhez térünk végre? Magunkhoz térünk a kábulatból, az álomból? Nincs tehát olyan áldozat, amelyet az Istennek adhatsz,
ami túl nagy lenne, vagy túl sok lenne. Mert minden az övé. Ha tényleg neki adtuk az életünket, akkor minden az övé. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elméből, és minden erődből, azt mondja az írás. És hát ugye Jézus erre mondja, hogy ahol a szíved, ahol a kincsed van, a szíved is ott lesz. Tehát persze, ahova az értékrendemet oda helyeztem, ami az értékrendemben előre van sorolva, ami a toppon van, a top 1, a top 5, a top 10, és mindenhol az Úr Jézus neve áll, akkor persze, hogy abban van a szívem. Beleteszem a szívemet. Szokták mondani, olyan komolyan vesz, hogy benne van az egész szíve. Az Isten iránti szeretetből fakadó, elkötelezett, odaszentelt imádat kimozdít az önző önmagunk körül való forgás korlátai közül. Így szabadulhatunk fel arra, hogy taktikázás nélkül szeressük testvéreinket és embertársainkat. Taktikázás nélkül. Mindenféle, tudjátok, ez a sumákolás. Hogy érdekem, ha érdekem, akkor dörgörődök egy kicsit. Ha nem érdekel, lenézem a másikat. Ez mozgatja a mai világot. Ha érdekem van, akkor oké, akkor megteszem. Ha semmi érdekem nem fűződik hozzá, akkor csinálj meg más. Kimozdít az Isten imádat ebből a fajta tompa, beteg lelkületből. Aztán a másik parancsa az Úr Jézusnak, egyik, tehát a szeretet parancsa volt, a másik parancsa egyértelműen a bemerítkezés. Szoktam mondani, nem mondja senki, követni akar az Úr Jézus, ha a bemerítés parancsák nem engedelmeskedik. Mert Jézus világosan meghagyta és megparancsolta, hogy a megtért újjászületett hívő a bemerítés igazságában kövesse őt. Az első lépés, nagyon jó, hogy beszélgettünk most a bemerítkezőkkel, mondta valaki, hogy a start, úgy érte meg, hogy a startpontnál van, szuper. Tényleg így van, a bemerítés a start pisztoly eldördülése után az első lépés. Kiléptem a startból. Mi nem a cél? Hát el se kezdődött még. Most kezdődik a bemerítéssel a szellem élet. De bemerítés nélkül nem beszéltünk Krisztus követésről. Humbuk. Na persze, hát meg kell bánni a bűneinket. Meg kell térni belőle. Kell kérni az Isten kegyelmét, hogy élet változása jön azokba a dolgokba, amik akadályoznak bennünket abban, hogy Krisztus kövessük. No, de hát nem az a megoldás, hogy engedetlen vagyok, hanem kérem az Isten kegyelmét, hogy az akadályok elháruljanak az életemben. Tehát a bemerítés erre azt mondja, hogy a Máté evangélium 28:19-ben az Úr Jézus, menjetek el azért, tegyetek tanítványá az összes nemzeteket, mondja Csillagos fordításában az írás, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Hogy a Márk evangéliumában, így mondja az Úr Jézus, majd ezt mondta nekik, menjetek el az egész világba, és hirdessétek minden teremménynek az örömhírt, aki hisz és bemerítkezik, megmenekül. De az, aki nem hisz, azt fogják károsztatni. Aki tehát Krisztus kívánja követni, engedelmeskedik neki a bemerítés igazságában, ahogy ezt láttuk az elmúlt héten is, áldassék ezért az Úr szent neve. Aztán a harmadik dolog, amit Jézus parancsolt, ez pedig az úrvacsorai közösség. Az úrvacsorai közösségre vonatkozva mondjuk a Lukács 22:19 és az 1 Korintus 11:23-26-ban olvashatunk. Lukács evangéliumából olvasok egy igeverset, a 19-es verset a 22-es részből, és vette a kenyeret az Úr Jézus, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta a tanítványoknak. Ez az én testem, amely téletetek megtöretik, téletetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Cselekedjétek, azt mondja az írás. Mindazt tehát, aki Krisztusban hisz, megtért bűneiből, újjászületett a Szentlélek és az ige által, a keresztények bemerítésében részese volt és követte ebben a Krisztust, így lett Krisztus testének tagjává, helyi gyülekezet tagjává is, és ezt látjuk az első gyülekezet példájában is, már az első keresztényeknél is, a jeruzsálemi gyülekezetben, az Apcsel 2:41-től, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezet 41. versétől, akik pedig hittek a beszédnek, bemerítkeztek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott is hozzájuk, tehát a gyülekezethez. Ezek pedig kitartóan vettek részt az apostoli tanításban, a közösségben, a keresztények közösségében,
a kenyér megtörésében, azaz az úrvacsorában, és az ima közösségben is. Ez volt jellemző az első gyülekezetre. És a negyedik parancsolat pedig a misszió parancs, amit olvastunk a Isten tiszteletünk elején, hogy hozzáig lépve az Úr Jézus ezt mondta nekik, nekem maradott minden hatalom mennyen és földön, tehát nem nektek, nekem. Menjetek el tehát ezzel a hatalommal. Tehát tanítványán minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nyilván ezt az ige szakaszt kicsit mélyhatóbban igédőket is megfigyelve, hány bemerítés van, stb. Tűzbemerítés, vagy tűzes szent lélemerítés, tehát ezek majd a következő találkozáson fogunk foglalkozni. Mi az én és a te engedelmességünk? Milyen az én és a te engedelmességed a Krisztusban? Hogyan rendezzük be az életünket? Milyen az értékrendünk és az időbeosztásunk? Életünket úgy alakítjuk, hogy Krisztus parancsait és a neki való engedelmességet első helyre tesszük? Ugye, hadd kérdezem meg, ki az, aki már hallotta ezeket a parancsolatokat itt, nem most hallotta először tőlem? Hát azért legtöbben így vagytok itt. Na, kedvesem, borzasztó nagy felelősséged van. Nagyon nagy felelősséged van. Ezt pedig úgy hívják az ismeret felelőssége. Tudtad? Na hát ez is egy olyan ige szakasz lesz, amit a lágyszívű keresztények nem nagyon szeretnek. Nem is gyakran prédikálnak róla. De benne van a Bibliában. Lukács evangélium 12:47. Emlékszem, az egyik testvért a gyülekezet plántálásba ezzel az igével hívta el az Úr. Pontosabban elhívta, csak engedetlen volt, és akkor ezt még mondta neki, azonnal szaladt hozzám, hogy szólt hozzá az Úr, nem akar tovább engedetlen lenni. Azt mondja, az a szolga, aki ismerte Úr akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Húha! Ez benne van a Bibliában? Benne van a Bibliában, az Úr Jézus tanítja. Na ugye ez nem az a kis kedves, szakállas, kékszemű, bársonyos bőrű, búgóhangú. Konzum Jézus. Amit csináltak belőle az emberek a saját elképzelésük szerint is szívüknek bálványozása által. A sok bálványimádó ember, aki magát imádja még Krisztusban is. Azok gyártották ezt a Krisztus képet. Maguknak. Maguk csinálta isteneket imádnak. És maguk csinálta isteneket a maguk elgondolása szerint kezdték szolgálni. Aki viszont nem ismerte Úr akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, kevés verést kap. De kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet is kérnek számon. Felmerül a kérdés. Mi értelme van gyülekezetbe járni, Bibliát olvasni, az Úr akaratát imádságban tudakolni? Ha nem is akarjuk megtenni, amit mond. Minek? Hogy megvárom, hát olyat mond, ami nekem is tetszik. És ha nem olyat mond, akkor kidobom az ablakon. Gondolod, hogy az Isten fog szólni hozzád? De hogy nem látja a szívedet? Vagy a szívemet, amikor imádkozunk? Nem lehetséges-e, hogy azért kijelentés szegény a keresztény ember élete, mert nem is gondolja komolyan az imádságát se. Ezért nem tapasztalja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nem tapasztalja Istennek szent jelenlétét az életébe. Oly természet feletti módon, ahogy ezt mondjuk az apostolok cselekedetei írott könyvben olvasod, vagy Isten embereinek az életéből látod, amikor beszámolókat olvas, hogy hallasz róluk. Nem lehetséges-e, hogy a kettő között van összefüggés? Hogy mivel nem tiszteljük az Urat igazán, őszinte és teljes szívből, úgy, hogy komolyan veszik, amit mond. Ezért nem szól hozzánk. Ha meg akarod hallani az Úr hangját, akarom hallani Isten vezetését, Isten szavát, akkor fontos, hogy tiszteljem őt, és azzal a szívvel hallgassam, hogy bármit mondasz,
elgondolkodom rajta. Ugye ez a mai opció. Hát jó uram, komolyan veszlek, megfontolom. Hát mégis csak szabad akaratom van, nem? Hát igen, szabad akaratom van, persze, meg neked is, csak amikor Istennek adtam az életemet, Krisztusnak adtam az életemet, akkor úgy döntöttem szabad elhatározásomból, hogy az ő rabszolgája leszek. Márpedig két úrnak rabszolgája nem lehet senki. Vagy az egyiket szeret, és a másikat gyűlöli, vagy fordítva. Ezt is az Úr Jézus tanítja. Csak akkor van értelme így az Úrhoz fordulni és tudakolni az ő akaratát, ha ezzel a dávidi imával és dávidi lelkülettel tudunk hozzá menni. Az 51. Zsoltárban hallgassátok figyelmesen a 14-15-ös verseket. Add vissza nekem, imádkozik Dávid, a szabadításodnak az örömét. És engedelmesség lelkével támogass engem. Jó imádság? Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők, azaz a bűnben élők megtérjenek hozzád. Már is a misszióparancsnál vagyunk, igaz? Tehát látjátok, hogy igazán a Szentlélektől vezetett hívő élet elválaszthatatlan attól, hogy abban mozduljak előre, amit Jézusnak fontos. Nem lehet elválasztani, nincs külön út. Nincs A-szekciós kereszténység, B-szekciós kereszténység, meg leértékelt áru. Itt csak A van, A-kategória van. Mindenki A-kategóriás az Isten kegyelméből. Még te is? Igen, még te is. Bármilyen bolondság gondolsz most magadban, rólad is szólok. A Szentlélek szól hozzád. Még egyszer elolvasom, aztán pedig, hogyha egyetértesz vele, szeretném, hogy itt imádkoznánk ezeket a szavakat. És mi is elmondanánk Dáviddal együtt ezt az imádságot az Úrnak. Én egyetértek vele. Én vágyakozom arra, hogy ez így legyen. Ha te is, te benned is föltámadt a vágy a Szentlélek által erre, és ez nem csak buló ámrát, hanem tényleg komolyan is gondolod, akkor imádkozni fogunk együtt. De most elolvasom még egyszer. Add vissza nekem a te szabadításod örömét. És engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Ugye a vétkezők, az folyamatosan benne lévő, bűnben élők. Azért van ez így fordítva. Álljunk föl, jó? És akkor, aki szeretne, mondatról mondatra imádkozzuk ezt a imádságot együtt. Mondom előre, és aztán hangosan mondjátok utána. Uram! Add vissza nekem a te szabadításod örömét. És az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra. Hogy a bűnben élők megtérjenek hozzád. A Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Foglaljátok helyet. Ezek az igazságok, tudjátok, olyanok, mint amikor a érfalán, az emberi szellemi erezetének falán lelakódik a sok-sok trutymó. És a flexibilitását elveszti az embernek a szíve, a lelke, az erezete. És amikor ezeket az igéket befogadja az ember, akkor úgy hasítanak, és letisztítja az érfalakat ezektől a sok-sok szennytől, szemétől, összeszedett, rothadt dolgoktól, kitisztítja az ember szívét, és erőteljesebben tud benne áradni az Istentől való élet, a felülről való mennyei élet. Míg az engedetlenség, a sok-sok szenny, amivel be tudjuk tömíteni az életünket, ezek megfosztanak bennünket attól a felülről való élettől, amely a Krisztusból árad. És ezt a te régi keresztény vagy személyes tapasztalatod már, miként nekem is. Így van. Ezért ezek a szavak, Istennek az igéje, ha megragadja az embernek a bensét, a szívét, akkor át tudja mosni, át tudja tisztítani az embernek az erezetét, a lelkét, a szívét, a lelkületét, a gondolkodását. És hadd mondjam nektek, nagy szükség van erre. Egy olajos, piszkos munkás ruhát nem lehet csak nagyon komoly mosószerrel kitakarítani.
Nagyon agresszív szer kell hozzá, és egész keményen meg ki kell mosni. És van az, kedvesem, hogy erre van szükségünk, hogy ilyen keményen, agresszív, erős mosószerrel tisztítson meg bennünket az Úr, mert annyira elszennyeződött az életünk. És Jézus mond, ilyet is kapcsolódjunk az imádsághoz, tanúságképpen a hiába való Uram, Uramozásról is beszél az Úr Jézus. Azt mondja, miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram? Azaz, rabszolgád vagyok. Tehát, hogy te vagy az én Uram, mindenben neked engedelmeskedem. Miért mondjátok? Mit jelent ez nektek egyáltalán? Nekem, neked, mit jelent nekünk ez, hogy Uram? Mit jelent ez? Úr Jézus, mit jelent ez? Egy keresztény szöveg, az imádságnak az eleje vagy a vége, amit megszoktunk, hogy mondunk mindig, és nem gondolunk komolyan. Vagy komolyan gondoljuk, hogy Uram, Uram. És Jézus figyelmeztet bennünket, hogy ne vegyétek a szátokra a szavakat, ha nem mérlegeltétek annak súlyát. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Ez hazugság, nem igaz. Mit gondoltok, hogy én nem látok ezen át? Aki hozzám jön, hallja az én beszédeimet, és azok szerint cselekszik, mondja az Úr Jézus. Megmutatom nektek, kihez hasonlít az ilyen ember. Hasonló ahhoz a házépítőhöz, aki leásott, mérehatolt, és kősziklára alapozott. Amikor az árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Milyen az a szellemi élet, amely valóban Krisztus tartja parancsértettem alapon Urának? A stabil, szilárd alapjai vannak. Nem fogja elsodorni azt, hogy valaki így nézett rá. Valaki ezt mondta róla. De borzasztó! Nem szeretnek! Hát, kedvesem, az Úr Jézus, se szerette mindenki. Téged se fognak. Ja, igazságtalanságért. Persze, hogy fáj, persze, hogy rosszul esik. De túl fogsz jutni rajta. Isten meg fog segíteni. Kapsz kijelentést az Úrtól. A kijelentés Istennek erővel vesz fel téged. A lelkedbe erőt önt az Isten. És át fogsz menni rajta. Miért? Mert neked az Úr valóban urad. A mindenható egyik az örök Isten, a te Istened. És nem valami zseb Jézus, hanem te valóban azt az Istent imádod, aki mikor lejött a földre, megtörte a sátán hatalmát és az erejét. És nem vitatkozott az ördöggel, amikor te megtértél és kijöttél a bűnből, alkudozva vele a te életeden, hanem azonnal parancsolt a sátánnak, akinek el kellett takarodni az életedről, és el kellett engednie. Persze, hogy mesterkedik az ördög most azon, hogy valami módon legyengítsen, a szellemi immunrendszerünket legyengítse, és valahogy megkötözzön bennünket. Persze, hogy próbálkozik, mert ha már így járt, hogy elveszített bennünket, akkor attól tart, de nagyon, hogy ezt a parancsot te komolyan veszed. Úgy fél ettől, mint a tűztől. Elhiszed? Tehát, hogyha a misszió parancsolt, ezt úgy, hogy le van írva, hogy a keresztények komolyan vegyék, ettől az ördög rettenetesen fél. Mert akikhez eljut ez az üzenet, és hittel fogadják, azokon többé nincs hatalma. És a korszellem és a mai vallásosság kapcsolata. 2 Timóteus 3.1-től olvassuk. Gyakorlatilag egy ilyen látlelet a mai kor, a mai társadalom, a mai lelkület, az egyre eltorzuló embernek a képe rajzódik előttünk. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfoalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják.
Timóteus, fordulj el az ilyenektől. Egy én központú világban élünk, ahol, egy mondtam, a szülői fegyelmezés nélkül nőnek fel most már generációk. Ez a generáció, ami fölcseperedik, és nem mondanak neki nemet, nem kell engedelmeskedni neki, az sem, amit akar, egy elvadult személyiséggel nőnek fel. Mint mondtam, senkit és semmit nem tisztelő generációk nőnek most már fel. Senkit és semmit, se a szüleit nem tiszteli, se a tanárát nem tiszteli, se a vezetőket nem tiszteli. Senkit és semmit nem tisztel, csak addig kell neki valaki, amíg használja. Aminek érdeke van abból. És azt mondjam nektek, ebben a szülőknek rendkívül komoly felelőssége van. Hogy nem nevelik a gyerekeiket. Nem szabnak előttük értelmes határokat, és nem adnak nekik példát azok betartásában. Tehát nem hitelesek. Az ember egyre önzőbbé, hálátlanabbá válik, miközben követelődzik, és egyre erőszakosabban igyekszik elvenni, amiről azt gondolja, hogy az övé, ahhoz joga van. A kereszténység jelentős része ma a vallásos formalitás, a látszat, a külsőségek, a liturgia rabja. De nincs meg benne Krisztus szabadító, megváltó, életet egyedül megváltoztatni képes hatalma és ereje. Ezért azt gondolom, a mai kereszténység egy jelentős részére nagyon is találóak Ézsaiás proféta szavai, aki a 29. fejezet 13. versétől így szól. Így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közelik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog. Igen, csodálkozni. Vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől. Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki lát minket, ki ismer bennünket. Micsoda fonákság! Egyenlőnek tudható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja az alkotás az alkotójának, nem ő alkotott engem. Mondhatja a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához. Aki ezeket a szellemi hatásokat befogadja, életébe beengedi, ezek ellen nem küzd, nem harcol, mert ezeken harcolni kell. És ez nem úgy van, hogy egyszer imádkozott az ember, és akkor nem lesz hatással rá az életben soha többé. Ez a szellemiség. Újra és újra harcolni kell. És milyen nagyszerű az Istennek kegyelme. Mennyire fontos a helyi gyülekezet. Ki az, akihez szólt az Úr már a dicsőítés alatt, a bevezetőben? Én hozzám szólt. Figyeltétek a dalok szövegeit? Nem tudták, hogy miről fog prédikálni. De Isten szelleme munkálkodott. Tehát az Úr terített asztalra vár bennünket, rajta nem múlik. Rajta nem múlik. Tehát küzdjünk a hitért. És legyünk őszinték. Akkor volt itt az ima és dicsőítő alkalom, beszélgettünk mi is férfiakkal, és én is megosztottam az én harcaimat. És tesók mondták, hát pont ebben vagyok én is. Milyen őszinte voltál? Milyen legyek? Álljak fel a székre, egy kreppapír glóriát hurkapálcára tegyek a fejem fölé, és játsszam, hogy én vagyok a szent ember. Szent vagyok, mert Krisztus megszentelt. Szent vagyok, mert Isten az ő kegyelmében részesített. Miként te is? És vannak ajándékaim az Úrtól, és jó nagy verés kapok, ha nem a szent élek. Szeretnél te is lelkipásztor lenni? Tudtad, hogy a tanítóknak nagy felelőssége van? Számon fogja kérni az Isten. Jaj, Uram. Hát úgy is tudom, ezt nem lehet kikerülni. Áldassék az Úr szent neve érte. De a hatalom is hozzáadodik. Hatalom is adatik. Az Isten, amikor kér tőled valamit, ahhoz ad hatalmat is, és forrásokat is. Legyen át az ő neve, mert igazságos Isten. Oké, tehát ha valaki beengedi ezeket a szellemiségeket, ennek a világnak a szellemiségét, gondolkodásmódját az életében, és az élvezeteket szerető, látvány keresztény marad,
akkor hogyan lenne a szívében, lelkében az a vágy, ami Krisztus szívében van, hogy megmentse az elveszetteket, és abban ügyködjön, működjön együtt Krisztussal, hogy az elveszett lelkek megmeneküljenek, és a misszió parancs beteljesedjen. Honnan lenne benne ez a lelkesedés? Mikor vonszolja magát egyik méterről a másikra, a szellemi életről van szó. És vígan táncol, mikor az első premierelőadásra kell menni valami szuperfilm megnézésére. Tolokszik, és ő üti le először az első legjobb helyet a moziban. Csak van benne buzgalom. Még pénze is van. Mert ma már egy mozi egy. Nagyon sokba kerül. És ez csak egy példa sok közül. Tehát nem jársz moziba, ne vedd el a krepppapír glóriát, hanem engedd, hogy a Szentlélek megvizsgálja a szívedet és a szívünket. Ugye, tehát a lelkiség, hogyha az a világ lelke, szellemisége hat ránk, akkor persze, hogy az ember hajlamos, hogy becsapja magát, és mindenféle hamis kifogás mögé bújtassa az erőtlen, önző, szeretetlen életét. Én azért vagyok ilyen, meg azért olyan, meg azért amolyan. Isten elől azonban, hogy Ézsaiás mondja, nem lehet elbújni. Észrevetted már? Nem lehet elbújni. Tehát nem egy gyertyával világít meg, hanem reflektorral. Tudjátok, olyan, mint a röntgenkép. Hogy a kristálytiszta, minden látszik. Átvilágít az Úr. És nagyon kegyetlen tud lenni. Ott a bűn a szívedben. Áááá! De fáj! Fáj, nem? Ott a bűn a szívedben. Abból kell megtérni. Az okozza azt, hogy elvérzel mindjárt, és meghalsz. És a dögök mennek utánad, a vadállatok, és nyalják a véredet, mert érzik, hogy itt egy sebzett keresztjén. És így van mindenkivel, aki a bűnbe enged az életébe, az ördög rás tartol, és megpróbálja beledöngölni a földbe. Saját tapasztalatból tudom. Azért vagyok ennyire átszellemült. Mert megy a vér szagra az ellenség. Mert a szívedet átdöfte valami, és folyik belőle a vér. És akkor az Isten reflektora röntgen, meg nem tudom micsoda, CT, meg MRI. Judit ránézt, eszembe jutottak ilyen szavak. Átvilágít teljesen, és igen, fájdalmas szembesülni vele. A rothadt dolgainkkal. De egyedül gyógyító erő a Krisztusban van, mert ő azt mondja, szeretlek téged, és megtanítalak téged. Mit jelent az én szeretetem? Nekünk ma élő keresztényeknek szól, is szól a Isten profétai szava Hóseás könyvéből. Azt mondja, vessetek magatoknak igazságot. Akkor hűséget arattok. Milyen szellemi összefüggések ezek. Járatok igazságban, és ha igazságban jártok, akkor hűséget fogtok aratni. Ezt fog teremni az életetekben. Ilyenné váltok, ilyen szellemi életetek lesz. Ez nyilvánul meg a gyakorlati életben is, a szellemi valóság kitükröződik a gyakorlati életben. Szántsatok fel új szántóföldeket, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. Ó, halleluja! Milyen csodálatos ígéret. Keressétek az Urat. Itt az ideje, hogy keressétek az Urat. Vessetek igazságot. Hűséget fogtok aratni, mert majd eljön az Úr, és rátok hullatja az igazság esőjét. Vágyakozol az Isten igazságára, hogy részesítsen az ő szentségében, az ő igazságában és jogosságában. Tudjátok, biztos láttatok már gerinc feldülésben szenvedőknek ilyen övet. Láttatok már ilyet? Ez rendbe teszi. Ilyen az Isten igazsága. Összeficamodott életünket, Isten igazsága körbeveszi, és helyre teszi. És akkor utána megerősödik az embernek a gerince, gerincessé válik, egyenesé igazságban kezd járni, és akkor már le lehet venni a segédeszközt. Mert meggyógyult a beteg. Halljuk meg az Úr Jézus Krisztus bátorító üzenetét is. Sok hamis próféta támad az utolsó napokban, és sokakat becsapnak, megtévesztenek.
mivel pedig a gonoszság megsokasodik, tengernyivé válik, a szeretet sokakban meghidegül, úgy gondolja, nincs értelme szeretni. Hát hálátlanok az emberek, és nem is volt értelme, annyit csalódtam az életben. Igen, a szeretetlenség áradásának bizony lehet egy ilyen következménye, de ha te téged a Krisztus tanít szeretni, aki a mindvégig kitartott, és mindvégig imádkozott a kereszten az ő gyűlölőkért, akkor lesz erőt, hidd el! Lesz erő, mert nem ember erőre fogsz támaszkodni. Isten ereje tölti be az életedet és az életemet. Mert nem látszat kereszténységben élsz, ami megtagadja az Istennek az erejét, hanem Isten erejében élsz, Krisztus erejében éld a hív életedet. De aki mindvég kitart, az megmenekül, az üdvözül, mondja az Isten igéje. Erre bátorítson bennünket az Úr Jézus szava, hogy kitartó, odaszentelt életet éljünk, és a következő találkozáson majd fogunk foglalkozni a tanítvány engedelmességgel. Csak előrevetítem, hogy a tanítványok hallották az Úr Jézus szavát, az asszonyoktól is hallottak arról, hogy hova kell menni, és oda mentek. Nem vakaróztak, variáltak. Elmentek Galileába. Jeruzsálemből föl északra. Arra a helyre, amelyet az Úr Jézus mondott nekik, hogy menjenek. És voltak több mint 500-an. Na azt, hogy voltak közöttük olyan, akik kételkedtek, az persze, benne van a pakliban. De minden engedelmeskedett. Az asszonyok szavának. Visszaemlékezve Jézus parancsára. És megtették, amit mondott. Azért lehet az, hogy föl tudom olvasni a misszió parancsot ma itt nektek. Mert ők elmentek, és átvették a Krisztus parancsát, és tudjátok, meg is csinálták. Az életük árán is. Isten megsegít bennünket a következő találkozáson, majd még ez is kibomlik. Csendesedjünk el most, és imádkozzunk, azt kérem tőletek. Kiki magában imádkozzon az elhangzott üzenet kapcsán. Nem menjünk el amellett, hogy ha Isten megszólított bennünket. Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus drága nevében adok hálát a bűnbocsánatért és a kegyelemért. Bocsáss meg vétkeinket és bűneinket, Uram. Bocsáss meg engedetlenségeinket. Imádkozom és könyörgöm azokért, akiket megköltözött a sátán. Törd meg az ördögnek erejét az életükben. A bűnnek a láncai szakítsd le az életükben. Támaszd vágyat a szívükbe, Uram, a szabadulás iránt. Hogy fölkiáltsanak hozzád, Úr Jézus Krisztus, és megtapasztalják szabadító kegyelmedet és hatalmadat. Imádkozom az erőtlenekért, adj erőt nekik, Uram, Jézus hatalmas nevében. Töltsd be bennünket, drága szellemezzel és igéddel, Uram, hogy ne szájjal dicsőítsünk téged, hanem teljes erővel, teljes elménkkel, egész lényünkkel, teljes szívünkkel, és minden erőnkkel a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.